Kopp Mária Intézetben nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a századvéggel együttműködésben én már harmadik alkalommal részt vehettünk abban a kutatásban, amely Európa 30 országában kérdezi meg az embereket a családokról, a családi értékekről. A kutatás fontos visszaigazolása annak, hogy itt Magyarországon jó úton járunk, és az a fajta családpolitika, amely egyúttal megalapozza a népesedés politikánkat is, az egy jó európai út. Látjuk a demográfia adatokat, amelyek mindezt alátámasztják, és látjuk most a kutatásból, hogy az európai emberek többsége is egyetért azzal, hogy az államnak támogatnia kell a családokat, a család fontos az életükben, és a családbarát mentalitás erősítésével is egyetértenek, és legalább ugyanilyen fontos, hogy az európaiak többsége nyugaton, keleten, északon és délen egyaránt úgy gondolják, hogy a népesedési problémákat alapvetően a családok támogatásával és nem a migráció erősítésével kell kezelni.